Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tibor volt európai parlamenti képviselő, önök úgy emlékeznek rá, mint az MSZP volt alelnökére, most viszont új színekbe, új vizeken, és akár hiszik, akár nem, interneten toboroznak képviselő jelölteket, én már láttam őket. Nem mutatjuk be ezt a kampányfilmet, pedig jó lenne, hogy meglássák, hogy így is lehet. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Így is lehet, demokratikus úton, tiszteletbe tartva másoknak az elképzeléseit is. Ezért hívjuk önt, mert azért még vannak tisztességes baloldaliak is. Ó, köszönöm szépen, ha rám gondolt. Azokra gondoltam, akik változatlanul bejárnak hozzám, akiket nem lehet letiltani, mert ugye vannak, akiket a pártfegyelem a hatos fogat szalmonellái elkaptak, és nem engedik, hogy bejöjjenek, mert különben kirúgják őket. Igen, ez valószínűleg nagyon demokratikus hozzáállás, főleg a nyilvánosság tisztelete árad az ilyen magatartásból. Ezzel együtt, ha már... Hozzájuk még az objektivitás nem jutott el. Szerintük az nem fontos. Hát, igen. Viszont hadd mondjak önnek egy relatív... Jó hírt? Tudom, jó hírt, vagy valami. Mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomban gondolkodtunk, hogy tudunk-e valamit tenni a heti tévé, illetve a egyetlen zsidó közösségi tévé megmentése érdekében. Helyben maradása. Helyben maradása, valószínűleg igen, ez a jobb szó. És mi magunk is kíváncsian vagyunk, hogy a szolidaritás, mint olyan, az mennyire van benne az emberek gondolkodásában, szívében. És a mai napon egy petíciót fogunk ezügyben indítani. Nagyon-nagyon remélem, hogy elég sok ember fogja felemelni a szavát. És tulajdonképpen a mi pártunk azért is, hát ezt a nevet viseli, hogy Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, mert mi úgy látjuk, hogy a magyar társadalom és a magyar politikai élet egyik legnagyobb problémája, hogy az emberekből kihalt a szolidaritás, vagy legalábbis nagyon takaréklágra ment. Vagy ha megtiltják nekik. Például. És nem ez az egyetlen akciónk, amit én most említettem, hanem például ugyanerre hasonlóra biztatjuk az egészségügyi dolgozókat, a szakápolókat, hogy egyszerűen ne írják alá azt a diktátumot, egyiket, amit nem is ismernek. Szerdán kell nekik a életük hátralévő részére meghatározó szerződést aláírniuk, úgyhogy fogalmuk nincsen, hogy vajon mi lesz abban a szerződésben. Bocsuk ki, miről van szó, hogy a nézők is értsék. Igen. Na és itt akartam kiukadni odáig, hogy tulajdonképpen a Magyarország is elfogadott egy törvényt, aminek az a neve, hogy az egészségügyi jogállásról szóló törvény. Ennek van egy látványos eleme, hogy rendkívüli módon megemelték az orvosok pénzét, viszont nem emelték meg a szakápolóknak, tehát a szakszemélyzetnek a fizetését, mi több. A különböző másod, harmad, stb. Állásoknak a korlátozásával, engedélyhez kötésével, az ilyen-olyan, amolyan, ilyen pótlékok még összességében csökkenteni is fogják ezeknek a szerencsétlen embereknek a jövedelmét, miközben ők állnak a frontban. Most nem kell itt a járványnak a szörnyűségeit elemezni. Na már most ezt a törvényt egyébként az országgyűlés nagyon kevés kivétellel, már úgy értem, például a mi országgyűlési képviselők Székely Sándor sem szavazta meg, de aki ott volt aznap, akkor az mind megszavazta. Tehát a hatpárti összefogás is, és megszavazta. A jövőt, azt mondják, hogy a jövőt hozzák el, és diktálni szeretnének, így van, ők így is van. Megszavazták. Hát akkor lehet, hogy itt na most erre mit mondasz, faltól falig összefogás van, lehet, hogy miért, ön értett valamit félre. Hát én nem, illetve az ön semmi képviselője. Ő se értett semmit félre. Most gyakorlatilag az emberek, akiknek a hátán csattan az ostor, ők úgy érzik, hogy a politikában gyakorlatilag szinte egy-két embert leszámítva nincs, aki az ügyükben szolidáris lenne. Az emberi erőforrások vezető miniszter azt nyilatkozta, hogy mindenféle javításokat fognak végrehajtani, és ez lehet, hogy rosszul van kommunikálva, változtatnak rajta, és már korábban is kaptak hatalmas fizetésemeléseket, és ezután is minden erőt meg fognak tenni azért, hogy ez az életpálya
követhető legyen és meg is lehessen. Hát ha ezt az ígéretüket be akarják tartani, akkor például rögtön el is törlik ezt a törvényt. Hogyha önnek valaki elad egy autót, és annak minden csörög, zörög, lötyög, minden. Nem veszem meg. Egyrészt nem, csak úgy ezt kötelező. Egy szakértőhöz megyek. Viszont azért az kevés igaz, hogyha valaki önnek azt mondja, hogy hát majd 5 percenként megjavítjuk. Nem. Hát most ilyen nincsen. Tehát ez a törvény rossz. Itt gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy kiszolgálta az ellenzék a kormányoldalt. Mitöbb kétszeresen kiszolgálta az ellenzék a kormányoldalt, amikor kétszer megszavazta a rendkívüli jogrendről szóló törvényt. Hát ma lesz erről egy újabb szavazás az ország is, mert megint a harmadik meghosszabbításról van szó. De itt most már észhez térni látszanak ezek a pártok, és azt mondják, hogy na ezt már nem. Jelzem egyébként a hallgatóknak is, hogy Magyarországnál... Nézőknek, hogy Magyarországon, vagy Magyarországnál egy kicsivel nagyobb ország Németországban, hát részint azért is, mert az alkotmány is tiltja, de nem vezettek be semmiféle rendkívüli jogrendet, és mégis el tudják navigálni azt a hatalmas nagy országot. Mégis kijárási tilalomban este. Én értem, de ehhez nem kell. Nem lehet gyülekezni, és a többi. Nyilván mindenütt vannak rendkívüli rendelkezések. Rendkívüli rendelkezések, nincs rendkívüli jogrend. Tehát a meglévő törvények alapján tudják menedzselni a helyzetet. És én azt gondolom, hogy az a rendkívüli jogrend, amit itt a kormány az ellenzék támogatásával összehozott. Ilyenkor most már lehet pattogni, hogy ezt arra használja a kormány, hogy kirabolja az országot, meg ez meg az. Csak hát legyen valakiben egy tartás, hogy nem szavazza meg. És egyébként Székes Sándor is azt nyilatkozta hétvégén. Elnök úr, ez az ön véleménye, szerkesztőségünk nem biztos, hogy ezen a véleményen van. Illetve önnek persze nincs is mentelmi joga, úgyhogy önt is mondataiért felelősségre vonhatják, nekünk se pénzünk, sem időnk nincs arra, hogy bíróságra járjunk. Mi megpróbáljuk értelmezni a törvényt, ha bár nem vagyunk törvénymagyarázók, de elfogadjuk, amit ön mond. Vannak nézők, akik egyet is értenek önnel. Mi történik az ön pártjával? Hogy készülnek? Hisz a napnál világosabb Covid ide vagy oda, a pártok, akár a parlamenti pártok, talán azok nem annyira, de az ellenzékiek készülnek a választásokra. Hogy tudja ön fölvenni a versenyt, hisz ami az ellenzéknek van, aranytartaléka és lehetőségei önnek nincsenek? Igen, mi egy új párt vagyunk, 2019 végén alakultunk, azzal a misszióval, hogy a szociális válságot tekintjük mi elsődleges problémának, és ennek a felszámolásával akarunk foglalkozni. A mostani ellenzék és a kormány, azért ne hagyjuk ki őket se ebből a dologból, gyakorlatilag a hitvallásuk szerint valamiféle polgári Magyarországot építenek. Mi szocializmus szeretnénk. Mind a 100-at közelben el tud indítani egy képviselőt? Jól haladunk ezzel az ügyen. Ez a cél egyébként. Hogy éli meg, hogy nem hajlandók önöket bevenni az összefogás ezt a hatpárti ellenzéki csapatba? Igazából egészen addig, amíg hihető volt, hogy itt programok versenye is zajlik, addig minket is érdekelt ez itt a dolog. Székek versenye zajlik. És aztán, amikor kiderült, hogy ők alkottak valamilyen kiáltványt, magyarul írtak egy nótát, és azt kell mindenkinek énekelni. Hát nekünk más nótánk van, nekünk van saját nótánk, ez a bizonyos szocializmus, ami egyébként senkinek gondolom... A választók el fogják fogadni ezt a nótát, nem az ön nótáját, az ő nótájukat. Nekünk most az a célunk, hogy egy erős frakciót tudjunk létrehozni a Magyarországgyűlésben. Tehát én hiszem azt, hogy a magyar választói közösségben van 5%-nyi olyan ember, aki... Tehát nem azzal kábítja az embereket, a választókat, hogy ön majd miniszterelnök lesz és megváltja a világot, ön egy erős, ütőképes frakcióra készül. Hát szélsőséges esetben még az is benne van a pakliban, hogy akár miniszterelnök is lehetek, de nyilvánvalóan ezt reális célként azért nem tűzzük ki, de csak példának mondom, hogy ha és amennyiben úgy alakul a parlamenti aritmetika, hogy pont az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom részaránya hiányzik egy parlamenti többséghez az ellenzék esetében, a mai ellenzék esetében, mi akkor ezt valószínűleg meg fogjuk adni, de akár azon az áron is, hogy a kormányfőt... Mi a véleménye arról, hogy ön még az EP képviselő korában az okos falvakról, okos városokról több alkalommal beszélgetett velem, nagyon érdekes módon.
minthogyha az ellenzékiek ebből csipegetnének egy kicsit, és a zászlójukra tűznék. A programunkból nagyon sokat csipegetnek egyébként, bár messze nem olyan mértékben, hogy az koherens legyen, de csak példának mondom, hogy a Momentum az most már szinte teljes mértékig ugyanazokat a célszámokat mondja, ami az emberek jövedelmét illeti. Például eljutottak ők is a megháromszorozott családi pótlékig, eljutottak ők is a 100 000 forintos szociális minimum jövedelemhez, még nem jutottak el a 200 000 forintos. Lehet, hogy önökkel fognak koalícióra lépni, és nem a hatos fogadtal? Hát, őszintén szólva, én most a hétvégén, amikor a Momentum bejelentette a miniszterelnök jelöltjét, bennem föl se lett az, hogy ez nem biztos, hogy segíteni fogja a... Ki a miniszterelnök jelöltjük, ismételjük meg? Fekete Győr András a miniszterelnök jelöltjük. Nem fogom, most ez hosszú lesz ez a fejtegetés, de néha az emberbe fölmerül az, hogy valaki olyan feltételekkel és olyan lapokkal megy bele egy játékba, ami egyben neki egy kiáratot biztosít az ügyből. Tehát én most nem akarok helyettük gondolkodni, én nekem, mint politikusnak, aki a pályán érvényesülni akar, én ezt látom mondjuk így a rivális csapatnak. Ha még hátra 1 perc, 21 másodpercük, privatizáljuk el ezt. Mi a véleménye arról, hogy a Heti TV-t ön már 6. esztendeje ismeri? Mennyire fontos egy televízió életében, a mai Magyarországon, illetve a mai világban az, hogy objektív legyen és mindenkit meghallgasson, aki nem szélsőséges? Nézd, valaha ilyen volt a magyar sajtó, legalábbis ilyen akart lenni. Ma ez már a ritkaság számba megy, sokkal inkább ilyen oldal, olyan oldali sajtó, és ez olyan szinten demoralizálja az egész politikai életet, hogy bélyegeket nyomogatnak egymásra, pusztán azért, mert egyik vagy másik tévé csatornánál jelenik meg, vagy rádió, vagy újság, vagy bármi. Én azt mondom, hogy én nagyon tisztelem azt a küzdelmet, amit önök egyébként folytatnak. Most egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy nagyon kevesen vannak ilyenek. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, további jó munkát, hamarosan visszavárjuk. Előzetesek, és mint minden hétfőn megint foglalkozunk a kultúrával. Vendégünk lesz dr. Hegedűs Géza, Kossuth Díjas színművész, egyetemi tanár és osztályfőnök. Megnézzük, hogy mi a jövő heti programja. Tartsanak velünk!